Ahogy arról szerdai híradónkban beszámoltunk, demonstrációt szerveztek a közgyűlés napjának reggelére a Városháztérre. A megmozdulás résztvevői a volt Börgyár épületének az Országos Cigány Önkormányzat számára történő ingyenes átadása ellen tiltakoztak. Fontosnak tartom kiemelni, hogy ennél még sokkal többen vannak, akik ezért az ügyért kiállnak. A résztvevőkhöz a Jobbik városi elnöke szólt, dr. Mező Balázs háláját fejezte ki azoknak a civil szervezeteknek, akik kezdeményezték a demonstrációt és kiálltak az ügy mellett. Az éhajtó nyitva van, bárki előtt és bárki előtt is meg a telefonszám, címem, és az a kérem, hogy írjetek vele. 8 órakor Székesfehérvár polgármestere személyesen tárgyalt a demonstrálókkal. Dr. Cserpalkovics András elmondta, az irodája mindig nyitva áll, szívesebben tárgyal vitás kérdésekről az asztal mellett. A polgármester azt is hozzátette, elsőként fogja tárgyalni a közgyűlés a Börgyárral kapcsolatos napirendet. Mint az dr. Bóka Viktor jegyző a közgyűlésen elmondta, objektív jogszabályi okok miatt nem lehet átadni az épületet, hiszen a nemzeti vagyonról szóló törvény világosan kimondja, hogy csak közfeladat ellátására lehet ingyenesen használatba adni ingatlant. Egyhangú döntés született, a közgyűlés nem adja át az épületet. Nem választott igazgatót a Vörösmarty Színház élére a közgyűlés, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium kultúráért felelős államtitkársága ugyanis a közgyűlést megelőző napon késő este eljuttatott egy levelet az önkormányzathoz, melyben jogi észrevétellel éltek. A levél értelmében az egyik jelölt pályázata nem tekinthető érvényesnek. Tekintettel arra, hogy itt egy olyan szeméről volt szó, aki a Humán Szakbizottság által a legtöbb szavazatot és támogatást kapta, a közülés azt azon, hogy helyes és felelősségteljes döntést hozta, hogy szeretnénk megvizsgáltatni ezeket az államtitkári észrevételeket, szeretnénk az államtitkár úrtól is kiegészítést kérni ennek az állásfoglalásnak, és ezt követően néhány napon belül fog tudni a közgyűlés döntést hozni. A tavaly decemberben az Alba Volán számára már megszavazott 110 millió forinton felül a közgyűlés most újabb 69 millió forintos támogatásról döntött a cég számára. Új menetrend is készül, ez kifejezetten már a város tervezi a korábbi lakossági fórumokon elhangzott igények, különböző felmérések és szakmai javaslatok összefésülése mellett. Ez várható a január végére elkészül, és február-márciusban lehet az erről szóló lakossági fórumokat megtartani. Zárt ülésen javaslatot tett a közgyűlés a Széphő ZRT igazgatóságának az ügyvezető igazgató személyi cseréjére. A döntést a cég igazgató tanácsa hozza majd meg.